nem. Én semmit nem csinálok. Egy a felvétel magát, ami már is megkaptam, tehát nincs baj. Nem tudom, valami van. Nem, hogy? Nem tudom. De van, hogy?
aztán nem láttál ennyit. Ez érdekes. Nekem van hozzá egy. De hát az... az mindjárt kiszúrom. Most vendégeim tisztelettel köszöntöm Önöket ezen a szép március végi kor estén. Hogyha visszagondolok az előző esztendőre, akkor úgy rémlik, és talán neki dereng ez a dolog, hogy tavaly márciusban nagyon hideg volt, tehát igazi télies időjárással kezdtük a tavaszi fesztivált, idén pedig igazi nyárias időjárással, amikor befejezzük a fesztivált. Ez a nap ugyanis az utolsó két-három esőnek az időpontja. Szóval roppant szeszélyes az időjárás, tudom emlékszem, hogy tavaly Tribolszki Matyi nem tudott eljönni például a koncert, hogy március végén meg ennyi visszafordították a hóakadályok miatt. Az autóját, tehát roppant szeszélyes mostanában az időjárás, nem úgy a tavaszi fesztivál esemény sorozat, ami most már évről évre egészen sok kiváló emelkedett kulturális művészeti eredményt hoz a látogatóknak, és ez nem a szervezők, ez nem a rendezők érdeme, hanem azoké, akik föllépnek, azoké, akik színpadra lépnek, így többek között a Körösparti Vasutas koncertfúgó zenekaré, amelyik februárban két teltházas koncertet adott itt a Csaba gyöngyében, és most harmadszor, rövid időn belül harmadszor lép a színpad elé. Nem a színpadra, hanem a színpad elé most, ugyanis ma nem őket, nem kizárólag, vagy nem elsősorban őket fogjuk. Hát hallgatni igen, de nézni nem őket elsősorban, hanem egy születésnapos csoportot köszönhetünk itt, mert hogy a Grácia Mazsarek csoport hát nagyon nagykorú lett, ez legalábbis a mellettem lévő vezető is. Nagyon nagykorú lett, hiszen most 25 esztendős. Köszöntsük tehát ezen a tavaszi fesztiválos zárónapon a Grácia Mazsarek csoportot, és mielőtt átadnám a szót Rábai Szilviának, adnunk, tehát most ünneplünk, de azért azt hiszem, hogy a Vasutas Művelődési Ház vezetője egészségéjén is táncolnak meg az egészségéjét. Tehát a szót a mai este ceremónia mesterének Rábai Szilviának. Meghívottak, barátok és ismerősök. Köszöntöm Önöket egy csodaszép hangversenyterem falai között, ahol ma este egy kellemes, szórakoztató este várt Önökre. Miközben a Békés Csabai Mazsorek Egyesület és a Körösparti Vasutas Koncertfúgó Zenekar közös műsorát tekinthetik meg. Beszerettem volna mutatkozni, de a mellettem álló úriember ezt már megtette helyettem, és hogy miért én leszek ma ennek az estének a házigazdája. Hát többek között azért, mert az együttes vezetőjeként Mackó István hirtelen ötletét megfontolva úgy gondoltam, hogy egy jeles alkalomból megpróbálom elkalauzolni Önöket a csodás 25 év jeles állomásai között. Hisz ki tudná ezt jobban értékelni és érzékeltetni, mint az, aki maga is aktív résztvevője volt az elmúlt 22 évnek. Köszönjük Önöknek, hogy jelenlétükkel megtisztelik ezt az alkalmat, és ezáltal ünnepünkben és örömünkben velünk osztoznak. 25 év nagyon hosszú idő. Eközben nehéz, de örömteli utat tett meg az együttes. A csoport tagjai munkájukkal, kitartásukkal, a tánc iránti szeretetükkel hozzáadtak egy kicsit az együttes történetének formálódásához, a jelenben képviselt értékeinek megalapozásához. Ha erre a 25 évre gondolok, az első érzés, ami eltölt engem, a büszkeség. Mert ugyan az alakulásnál nem voltam jelen, de három év után csatlakozva a csoporthoz, része voltam a kezdetnek, és részese lehetek a mának. Büszkeség tölt el, ha arra gondolok, hogy ez alatt az idő alatt honnan indultunk, és hova jutottunk. A ma már
országosan is elismert mazsorett táncműfaj egyik jeles képviselője lett a Békés Csabai Grácia Mazsorett csoport. Műsorunk nyitószámaként kérem hallgassák meg Farkas Antal üveges tárcát. Közreműködik a Körösparti Vasutas Koncert fúvószenekar és a Grácia Mazsorett. Vezényel Szűr Csaba Karnaj, a színpadon pedig a Mazsorett együttes. Thank you.
Körösparti Vasutas Koncertfúvó Zenekar Békés Csaba életének fontos tényezője. Tagjait a megszállottság, szakmai alázat és a lehetőségek szüntelen keresése jellemzi. Kezdetben Vasutas Fúvó Zenekar néven működtek, a Mazsoret csoporttal 1990 óta tart a szakmai kapcsolat, minek következtében a fellépések száma is nőtt. És ez a mai napig töretlen. 2004-ben a Vasutas Fúvózenekar és a Körösparti Junior Fúvózenekar egyesült, és Körösparti Vasutas Koncert Fúvózenekar néven működik tovább, a Vasutas Művelődési Ház fenntartásában, Békés Csaba önkormányzatának és a Bartók Béla Zeneiskola támogatásával. A zenekar élén Szűcs Csaba harsonaművész, zenetanár, Békés megyei Prima díjas karmester áll, aki a zenekar fejlődésének töretlen koordinálója. A közös munkát számtalan díj elismerés övezi. A 2007-es esztendő ennek kiváló példája, hiszen februárban minősítő hangversenyen, koncertfúvós kategóriában, C-nehézségi fokon kiemelt arany minősítést szereztek, amelyet 2012-ben ismét elnyertek. Az együttes számos hazai és külföldi elismerést mondhat magáénak, melyek közül talán a legrangosabb a 2012-ben a szerbiai Zrenjanin Nagybecskerek városában a Begafest nemzetközi fúvózenekari verseny, amelyen a zenekar a zsűri értékelése alapján abszolút első díjat nyert. A zenekar tavaly novemberben ünnepelte fennállásának 65. évfordulóját. A következő percekben egy koncertindulót hallunk, amelyet a MÁV 100 éves centenáriumára íródott. Pécsi József karmester zeneszerző tollából született. Számos zeneművek közül a legismertebb a Dörmögő Dömötör Istó gazda udvarán, amely évtizedekig volt a tévé esti mese szignálja. Következik Pécsi József centenárium induló. Vezényel Szűcs Csaba.
az évfordulók, születésnapok, mindig jeles eseményei egy-egy csoport, együttes életének. 25 évvel ezelőtt a MÁV diák otthonban egy kollégiumi nevelő úgy gondolta, valami újszerű dologgal kellene a kőszegi diák otthon jubileumi rendezvényén előrukkolni. Ez megtörtént, és a sikeres menettánc után a lányok lelkesen vállalták az ifjúsági ház akkor igazgatójának felkérését, hogy maradjon együtt a csoport. Így indult. Az első hivatalos szereplés 1989. március 15-én Kossuth-szobránál a Városi Ifjúsági Zenekar kíséretével történt meg. Mivel az ifjú zenészek már nem voltak olyan lelkesek a mazsore csoport kíséretét illetően, az együttest nagy örömmel fogadta be a Vasutas fúvószenekar. A közös munka pedig azóta is töretlen. Sok-sok városi, megyei, országos és határon túli fellépés jellemezte ezt a 25 évet. Több száz lány volt a csoport tagja, aki megtanulta a tánc és a botfordatás alapjait. Bizonyára senki nem gondolta a megalakuláskor, hogy 25 év múlva ez az alkalomra velbuválódott csapat megalapozza a ma már mondhatni országosan is ismert mazsorett együttest. Márpedig eljutni nem volt könnyű. Volt időszak, amikor veszély fenyegette a tánccsoport fennmaradását. Ám volt erő, kitartás az újragondoláshoz. A MÁV diák otthon mindenben támogatta a csoportot 18 éven át. A fenntartóváltás után a csoport önálló egyesületet hozott létre, és az új otthona a Vasutas Művelődési Ház lett. A Vasutas Művelődési Ház azóta is kitartóan támogatja az együttest, működésünkhöz biztosítja a termet, szervezi a fellépésünk egy részét. Hálás köszönet ezért az ott dolgozóknak, és külön köszönet a műfáz igazgatójának, Mackó Istvánnak, aki sajnos a mai estén nem tud velünk ünnepelni, de innen kívánunk neki nagyon gyors gyógyulást, mert nélküle egy műsor sem az igazi. Most pedig következzék Henk van Lieshouten Viva la Musica indulója. Ez egy vidám dallamokkal tarkított zenemű. Az elmúlt 25 évben megközelítőleg 30 különféle ruha készült a lányoknak a produkciókhoz, amelyek sokszínűségét a következő percekben megpróbáljuk bemutatni. Thank you.
következő percekben átöltöznek a lányok, de addig hallgassuk meg a zenekar tolmácsolásában Tejke üdvözlet indulóját. Ez egy német zeneszerzőnek a műve, és egyben a zenekar egyik kedvenc indulója. Hosszú évek óta repertoáromban, általában a mazsolettekkel együtt kerül bemutatásra. Vezénye Szűcs Csaba. Különböző korosztályú lányokat, aki megfelelő szakmai ismeretei birtokában képes azokat átadni és kihozni maximumot táncosaiból. Aki minden gondolata mellett megértéssel és érdeklődéssel hallgatja a tanítványai ügyes-bajos problémáit, éreztetve, hogy mennyire fontosak a számára. Ilyen vezetője volt a csoportnak, Szarvasné Bondár Irén. A csoport megálmodója, létrehozója, és hosszú-hosszú évekig a vezetője. Köszönjük szépen, hogy voltam.
abban, hogy a jövőben is segítse tovább munkánkat tanácsaival. És ezek után csendüljön fel egy kis vérpesdítő dallam, Pascual Marguina spanyol cigánytánca. Közreműködik a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar és a Grácia Mazsorett. Thank you.
Mégis kellő kitartással és szorgalommal az együttes 2007-ben és 2012-ben minősítő gálaműsor alkalmával
só kategóriában, B fokban kiemelt aranyminősítést érdemelt. 2009-ben a Gyulai Tűzoltó és Mazsoret Fesztiválon nagy díjat kapott, 2013-ban pedig a 4. Békés Csabai Táncfesztiválon kategória győztesként aranyminősítés lett az eredmény. Ezek után is kívánok a következő Mazsoret generációnak hasonlóan szép eredményeket. Most pedig a zenekart kiegészítve, a lányok, következzék Carnaval de Paris. Thank you.
szeretném felkérni a Magyar Fúvós Zenei és Mazsolett Szövetség Mazsolett szekciójának elnökségi tagját, Macskinné Pór Erzsébetet, Nívó Díjas Mazsolett oktatót és a Sárléti Mazsolett Együttes vezetőjét, hogy ünnepi alkalmunkon képviselje a szövetséget. Jó estét kívánok! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket, és köszöntöm a 25 éves Békés Csabai Mazsolett Egyesület jelenlegi és egykori tanítványait. Szívből gratulálok a magasfokú, színvonalas munkához, az alapító művészeti vezetőnek, Irénke nénének, és megkérem, hogy fáradjon fel a színpadra. Szarvasné Bondár Irén. Akit személyes, jó, talán azt mondhatom, hogy ismerősömnek és tisztelője vagyok. Köszönöm neki és a Körösparti Vasutas Koncert Fúvó Zenekarnak a mazsolettekkel való együttműködést. Kiemelem, a szülőket, akik anyagilag, erkölcsileg támogatják gyermekeiket, és rendkívül fontos szerepük van abban, hogy ezek a lányok így tudnak kiállni a színpadra és nagyobbnak. A Magyar Fúvószenei és Mazsolett Szövetség ajándékait hoztam, melyet fogadjatok szeretettel, és viseljetek büszkeséggel. Erőt, egészséget, békességet, biztonságot, örömet, sikert, boldogságot, segítő kezeket, bőkező támogatókat és további méltó elismerést kívánok. Köszönjük szépen a szövetség részéről. Baráti hangulattal mondhatom Angie-nek ezt a nagyon szép szavakat. Igyekszünk meghálálni. A következő percekben pedig a zenekar tolmácsolásában hangzik föl Jakob Dehan Oregon indulója. Ez egy igazi közönségkedvenc lesz, amely a vadnyugatra fogja a következő percekben elkalauzolni őket. Jó szórakozást kívánok hozzá! Játszik a Körösparti Vasutas Koncertfúvó Zenekar, vezénye Szűcs Csaba. Thank you.
Amikor készültem a mai estére, napokon keresztül gondolkoztam, mennyi mindenről kellene beszélni, hisz rengeteg esemény és történet van, ami fontos. Nagyon fontos, hogy a sok segítő szeméről ne feledkezzem meg. Eközben pedig észre sem vettem, hogy a legfontosabb személyeket majdnem kihagytam a mondataim közül. Pedig az a csoport egy másik és igen nagy alappillére. Jelenlétük nem látványos, hiszen mindig a háttérben maradnak. Természetes, hogy ott vannak, hisz életünk mozgatórugói. A biztonságot adják, a támogatást, a szeretetet. A kudarcban és az örömben is osztoznak velünk. És tovább lépnek az úton, ha megtorpanunk. Már biztos kitalálták, hogy a szerető szülőkről beszélek. Köszönünk szépen, anyukák, apukák, nagyszülők és rokonok, mindent! A következő koreográfiával nekik próbálunk kedveskedni. Jean Traves, Whiskey és Jean. A zenekart kiegészíti a Grazia Maggiore. Nagyon sok történetet elmondtam, de
egy valakiről és valakikről, valakiknek egy nagy csoportjáról nem beszéltem, akik nélkül pedig a mazsoret nem mazsoret, mert egy mazsoret csoport fúvó zenekar nélkül nem teljes. Úgyhogy egy nagyon nagy tapsot szeretném kérni a Köröspárti Vasutas koncertfúvó zenekarnak és vezetőjüknek, Külcsabának. Az elmúlt évek közös munkáit. A következőben pedig Francesco Cesarini MGB Mars című szerzeményét fogjuk hallani, egy koncertindulót, a szerző a művét egy svájci vasútársaság kedvéért írta. Hallgassuk a Körösparti koncertfúvó zenekart Szűr Csaba vezetésével. Engedjék meg, hogy megköszönjem figyelmüket. Remélem ma este
örömteli pillanatokkal gazdagodtak. Utolsó, közös produkciónkkal egy fejemből kipattant gondolatot próbálunk megvalósítani. Januárban az jutott az eszembe, milyen szép lenne, ha a régi, persze ez csak idézőjelesen értem, és az új táncos lányok egy közös koreográfiát tudnának bemutatni. Hát bevallom őszintén, hogy ez könnyebb volt kitalálni, mint megvalósítani, de megszületett a dolog, és búcsúzóul kérem fogadják szeretettel a színpadon a több generációs Grácia Mazsolett együttest. Kíséri őket a Körösparti Vasutas Koncertfúvó Zenekar Szűcs Csaba vezetésével, és amit hallani fogunk, Maxé Friedman, Jimmy De Knight, Rock az óra körül.
már hallunk. Nem szabad hirtelen leállni, mert valami utat beszéltük Wikiben, hogy valamiből kell engedni, de kell leállni se jó. Thank you.
szólni. Hát, köszönöm.